titka. Egy kellemes őszi napon, amikor a falevelek aranysárgára és vörösre színeződtek, Emma és a legjobb barátja Armin a közeli erdőben sétáltak. Az erdő ilyenkor tele volt élettel. A szellő lágyan ringatta a leveleket, a fák susogtak, mintha valami titkot suttognának. Nézd csak, szólt Emma, miközben lehajolt egy gyönyörű aranyszínű levélért. Ez a levél más, mint a többi, mintha világítana. Armin közelebb lépett és kíváncsian vizsgálgatta a levelet. Valóban különleges, mondta csodálkozva. Vajon mit jelenthet? Ahogy a két barát tovább haladt az ösvényen, egy furcsa fénycsóva villant fel az erdő mélyén. Egy pillanatig egyikük sem mert megszólalni, de Emma végül megtörte a csendet. Menjünk utána! Lehet, hogy valami varázslatos dolgot találunk, mondta lelkesen. Varázslatost? Kérdezte Armin kételkedve. Talán csak egy napsugár volt. Vagy valami több? Felelte Emma titokzatos mosolya. Az ösvényen haladva egyre mélyebbre merészkedtek az erdőbe. A fák egyre sűrűbbek lettek, s az aranyló fény végül egy tisztás közepén álló, hatalmas tölgyfa körül gyűlt össze. A fa törzsében egy kis ajtó volt varagva, amely mintha egy titkos világba vezetett volna. Te is látod, ugye? Kérdezte Armin most már teljesen meglepve. Igen, de most mit csináljunk? Emma szemében izgatott fény csillant. Mielőtt még eldöntötték volna, mit tegyenek, az ajtó lassan kinyílt, és egy apró, szárnyas lény jelent meg. Egy tündér volt. Aranyszínű szárnyai ragyogtak a napfényben, és vidám mosollyal lépett elő. Üdvözöllek titeket, mondta a tündér csilingelő hangon. Az én nevem Nola, és szükségem van a segítségetekre. Emma és Armin elképedve bámultak. Miben segíthetünk neked? Kérdezte Armin, még mindig hitetlenkedve. Az őszi erdő titkos varázsa veszélyben van, magyarázta Nola. Egy ősi varázslatot őrzünk itt, amely minden évben segít, hogy az évszakok megfelelően változzanak. De idén valami nincs rendben. A varázslat gyengül, és ha nem találjuk meg a módját, hogyan erősítsük meg, az erdő sosem tér magához. Emma és Armin összenéztek. Hogy segíthetünk? Kérdezte Emma határozottan. Kövessetek engem, felelte Nola, majd a kis tündér felröppent a levegőbe, és a tölgyfa mögött megbúvó kis ösvény felé irányította őket. Ahogy haladtak, egyre varázslatosabb látvány tárult a szemük elé. Fák, amelyek különféle színekkel izzottak, virágok, amelyek énekeltek, és állatok, amelyek suttogva beszéltek egymással. Ez tényleg egy másik világ, csodálkozott Armin. Igen, de csak azt láthatja, aki nyitott a varázslatra, mondta Nola mosolyogva. Az erdő szíve felé tartunk, ahol a varázslatot tápláló kristály található. Amikor elérték az erdő közepén található tisztást, egy hatalmas, fénylő kristály emelkedett ki a földből, azonban valami nem stimmelt. A kristály tompán ragyogott, mintha az ereje elszivárgott volna. Ez a kristály felelős az évszakok változásáért, magyarázta Nola. De valami elvonta az erejét. Egyetlen módja van annak, hogy visszaadjuk neki a teljes hatalmát. Szükségünk van egy különleges levélre, ami a varázslat erejét hordozza. Emma gyorsan elővette a zsebéből azt a különleges levelet, amit az erdő elején talált. Ez az? Kérdezte. Nola szemei felragyogtak. Igen, pontosan erre van szükségünk. Emma óvatosan a kristályhoz lépett, és a levelet ráhelyezte. Ahogy a levél hozzáért a kristályhoz, az hirtelen erőteljes fénnyel ragyogni kezdett. Az erdőfái újra élénk színben pompáztak, a levelek táncoltak a levegőben, s a tündérvilág újra életre kelt. Megmentettétek az erdőt, kiáltotta Nola hálásan. Köszönöm nektek! Emma és Armin boldogan néztek körbe. Ez egy felejthetetlen őszi kaland volt, mondta Armin.
És most, hogy már tudjuk, hogy az erdő nem csak fákból és levelekből áll, hanem varázslatból is, tette hozzá Emma. A két barát mosolyogva indult haza, tudván, hogy ők ketten az erdő titkos őrzővívé váltak. Az őszi levelek továbbra is táncoltak a levegőben, mintha köszönetet mondanának nekik a segítségért.